A Zánkai Erzsébet tábor látványtervei. Tavaly nyáron jelentette be Novák Katalin ifjúsági ügyekért felelős államtitkár, hogy a kormány a férőhelyek növelését tervezi. 2020-ra pedig már el is készülnek majd a felújított épületek, ahol 60 ezer diák üdülhet évente. 26 milliárd forintból megújulnak az Erzsébet táborok, és a férőhelyek is megduplázódnak. Úgy tűnik ennek viszont az az ára, hogy a tábor területén tanuló 130 gyereknek tanév végéig új iskolát kell találnia. Az Egri József szakgimnázium ugyanis megszűnik, az épülete pedig átalakul. Szerdán különleges szülőértekezletet tartottak erről, amin igazából sokkal többet nem tudtunk meg. Ma a március 15-i ünnep előtt jelentették be nekünk azt, hogy meg fog szűnni az iskola, és hogy próbálnak megoldást keresni arra, hogy hol fogunk tovább tanulni. Navratil Krisztinának és Dajka Mikoltnak még 3 éve van hátra. Mikolt januárban jött át ebbe az iskolába. Nagyon el voltam keseredve, megszerettem ezt az iskolát, a szakot is, és megint kilátástalan lett, hogy mi lesz a jövőbe. De a végzősök is kiborultak. Én személy szerint maradtam volna még technikumra 5. évre, de ez most úgy tűnik, hogy nem lesz már. Mesics Milán azt mondja, teljesen megváltozott a légkör, mióta megtudták, hogy menniük kell. Az összes tanár szinte kivétel nélkül el van most keseredve. Hát az órák menetes olyan már, mint mondjuk volt 1 hete, nehezen veszük rá magunkat a tanulásra. Arról, hogy a diákok, akiknek nagyjából 80%-a kollégista, hova kerülhetnek, még nem tudnak semmit. És az iskolát fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium minisztere sem tudott ennél többet mondani. Ez egy olyan iskola, ami viszont kicsi a hallgatói, a tanulói létszáma. Egyelőre nézzük azt, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani. Egy dolog egészen biztos, hogy az érdeke senkinek nem fog sérülni, és én azt gondolom, hogy az Zánkai tábornak, a ott lévő gyerekeknek az érdeke pedig ezzel valamilyen formában de megjelenik. Egy dolog biztos, mindenki legyen abban biztos, hogy senkinek semmilyen tanulás és egyéb más nehézsége nem lesz. A diákok azt remélik, valahogy mégis sikerül elérniük, hogy az iskola maradhasson, és hogy a diákokat, valamint a tanári kart ne szórják szét más iskolákba.